Sziasztok, sziasztok! Újra találkozunk. És jelentkezem nektek a 12. ige hirdetéssel. Jön a 12. szombat, a megkésve is, de annál nagyobb szeretettel fogadjátok tőlem Sanyikától. Itt van, látjátok. Valamiért nem akar ráfokuszálni, nézzük meg. De jó. Most már jó lett, igen. Azt mondja, ne címkézd az embereket, szeresd őket. Nézzük. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. 2. Korintus 5:16. Nézzük, mit mond ez a igehirdetés. Ha hajlamos vagy arra, hogy csak a magad fajták társaságát keresd, gondolkodj el ezen. Mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Jézus letért a megszokott útról, hogy találkozzon. Várjátok, állítsuk be ezt a telefont, és jó legyen. Csak egy pillanat. Már itthon vagyok, gyerekek, hazajöttem. Végre, halleluja. Hát nehezen akar megállni ez a telefon. Érzem, hogy a tartójával együtt. Ne tudja megcsinálni, de jó. Most jó. Megállt. Na jó, gyerekek. Végre itthon vagyok, igen. Hazajöttem, lefülöttem, letusoltam minden. Úgyhogy, mehet akkor, igen. Ez igen, hirdet is. Na, hol maradtunk el? Próbáltam magamat kényelmébe helyezni, hogy tudjam nektek ezt az igen hirdetést felolvasni, mert szeretettel. Itt van, látjátok, Mária is. Ez egy szent kép szerintem. Kaptam a kórházba. Annyira nagy ajándék volt, gyerekek. Egy óriási ajándék volt tőlem, hogy mondjam, tehát azoktól az emberektől, akik szentelték a kórházat. Annyira jó volt kapni egy ilyent, tényleg. Nagyon jó volt. Na nézzük meg, akkor menjünk tovább. Szóval, hát kezdjük akkor újra, jó? Ha hajlamos vagy arra, hogy csak a magad fajták társaságát keresd, gondolkodj el ezen. Mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Jézus letért a megszokott útról, hogy találkozzon egy szamáriai asszonnyal a kútnál. Kulturális és vallási szempontból ez rossz lépés volt. Először is a nőnek rossz híre volt, mert már öt férje volt. Másodszor pogánynak számított. Abban az időben a zsidók nem ettek a pogányok ételéből, nem ittak pogányok vízéből. Zsidó orvosok nem kezelhettek pogány betegeket. A zsidók a pogányokat az tisztátalan jelzővel illették,
és azt hitték, hogy a velük való érintkezésüket is tisztátalanná teszi. Jézus azonban bevonni szerette volna az embereket, nem kiközösíteni őket. Az ige testélet közöttünk lakott. János 1:14. Jézus megérintette a leprásokat, szerette a más nemzetiségűeket, és annyi időt töltött vidám társaságban, hogy a vallásos vezetők azt mondták rá, falánk is részeges, vámszedők és bűnösök barátja, Úristen. Máté 15:19. Jézus nem címkézte az embereket, hanem szerette őket. Ha őt követed, rámutat előítéleteidre, és segít legyőzni őket. Azt akarja, hogy másként nézz az emberekre, ne zsidóknak vagy pogányoknak, benfenteseknek vagy kívülállóknak, liberálisoknak vagy konzervatívoknak, stb. Lásd őket. Mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, vagyis nem emberi nézőpontok szerint értékeljük őket. Talán ma találkozol egy olyan szám kivetett a társadalom peremére csúszott emberrel, mint az asszony volt a kútnál. Talán kizárták a gyülekezetből, vagy csak elutasították, te pedig választhatsz, hogy címkézed-e, vagy inkább szereted az illetőt. Engedelmeskedj hát Istennek, és szeresd embertársadat. Nagyon szép volt ez az ige hirdetés. Na, köszönöm szépen, kedves barátaim, köszönöm, hogy meghallgattatok. Végre mondom, itthon vagyok, hazajöttem. Nagyon hosszú volt a kórházban, nagyon hosszú volt. Remélem, szemem is jó lesz ezen túl. Igaz, még a durva kezelés azután következik, de kell csinálni, igen, kell csinálni. Minden jó gyerekek, akkor a jó Isten adjon nektek békességet, boldogságot, örömeket, és sok-sok erőt, úgy, hogy nekem is adott a kórházba is, erőt kaptam tényleg, hogy tudjak létezni, és akkor köszönöm nektek, hogy egy kis nyomokat hagyott a kis nyomokat hagyott a gyógyszer a kezemén, látjátok. Ugye túl erős a gyógyszer, látjátok, be van, kicsit ki van vörösödve. Ez gyógyszernek a mellékhatásai, vagy mit tudom én, mert ugye erős kezelést kaptam. Na, de itt vagyok, gyerekek. Aztán hónaptól ugye egy hónap kell folytassam a kezelést. Na jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és akkor találkozunk egy következő igehirdetésben hónap. Lesz a január 13-ai igehirdetés, jó? Nem állnak még itt ezek az igehirdetések, szóval ezt mondtam nektek. Tehát folytatjuk, jó, folytatónak ezek az igehirdetések Jézus nevében, mert tényleg már erőt kell merítsünk, és itt nem a szerint jön most az ember, feladja, ugye? Tehát most imádkozunk egy keveset, aztán hagyjuk abban el. Tehát ennek folyamatossága kell legyen, de hát ha azt akarjuk, ugye, hogy Isten megsegítsen bennünket, akkor ige hirdetéseket kell nap, mint nap, tehát nem szabad még feledkezni ezekről, tényleg. Úgyhogy, hát így van, próbálok én is, hogy ne erőltessem se a szememet, se. Tehát ma nem live-oztam. Hónap tervezek egy kis live-ot nektek, jó? Ma kicsit kell piángassak, ugye, szememét is, meg minden.
Szóval akkor minden jót nektek is. És akkor a life height egy picit hosszabbra sikerült ez a videó, de muszájna egy picit tényleg pihentessem a szememet is, ugye majd aztán kezdem a kezelést, hónap itthoni kezelést, ugye már ma kaptam a kórházba a utolsó kezelést, és akkor hónap folytatom. Na jó, akkor a legjobbakat, sziasztok, addig is, sziasztok.